Előbb vagy utóbb az orosz gázra és olajra is szankciókat kell kivetni. Erről beszélt Charles Michel, az Európai Tanács elnöke az Európai Parlamentben. Időpontot azonban nem említett, hiszen továbbra is vannak olyan tagállamok, amelyek megbénulnának, hogyha nem jönnek gáz és olaj Oroszországból. Brüsszelben már megszületett a javaslat az újabb szankciós csomagról. Ebben szerepel például a szénbehozatali tilalom, és részben be akarják zárni az európai kikötőket az orosz hajók előtt. Spanyolországból 25, Svédországból 3 orosz diplomatának kell távoznia. Az uniós tagországok egymás után utasítják ki az orosz diplomatákat. Eddig összesen 325 orosz követségi dolgozónak kellett távoznia. Ez is mutatja, egyre fagyosabb a viszony az Európai Unió és Oroszország között. Ukrajnáról vitázott az Európai Parlament is, ahol több képviselő is a jelenleginél sokkal keményebb szankciókat követelt. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke azt mondta, nem csak a szén, hanem az orosz olaj és gáz is szankciós listára kerülhet. A nyomásgyakorlás csak erősítette a múlt heti bucsai tömeggyilkosság ügye, amelynek kivizsgálása már megkezdődött. Az Európai Tanács elnöke üzent az orosz katonáknak is. Ezt üzenem a csatatéren lévő orosz katonáknak. Ha nem akarsz részt venni ukrán testvéreid megölésében, ha nem akarsz bűnöző lenni, tedd le a fegyvered és hagyd el a csatateret, mondta Charles Michel, aki jó ötletnek tartotta, hogy az Unió fogadja be a dezertálókat. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt mondta, a következő intézkedés a szénimport leállítása és az orosz hajók európai kikötésének tilalma lesz, de nem ez lesz az utolsó szankciós csomag. Felhívta a figyelmet, hogy az uniós adófizetők pénze nem juthat el Oroszországba. Josep Borrell, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője is az orosz energiahordozók importjának teljes beszüntetését szorgalmazta. Szerinte ugyanis Ukrajnának az unió eddig 1 milliárd dollár támogatást adott, vagyis ugyanannyit, amennyiért naponta vesz energiahordozókat Oroszországtól. A német kancellár ugyanakkor a Bundestag előtt is nyilvánvalóvá tette, hogy az orosz olaj- és gázfüggőségtől csak hosszabb távon lehet megszabadulni. Abban ugyanakkor egyetértett az uniós vezetőkkel, hogy a cél Ukrajna győzelemre segítése. A célunk továbbra is az kell legyen, hogy Oroszország ne nyerje meg ezt a háborút, mondta Olaf Scholz, aki most már lehetségesnek nevezte a jelentősebb német fegyverszállításokat is. Közben a Gazprom orosz állami energetikai cég németországi leányvállalata már 1% alá csökkentette a legnagyobb nyugat-európai földgáztározó töltöttségét. A távlati tervekre azonban szükség is lehet, hiszen a háború akár évekig is eltarthat. Ezt már Jens Stoltenberg NATO főtitkár jelentette ki a külügyminiszteri tanácskozás előtt. Nincs jele annak, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök feladta vagy megváltoztatta volna az egész Ukrajna ellenőrzésére és a nemzetközi rend átírására vonatkozó törekvéseit, mondta Stoltenberg. Azt azonban megerősítette, a NATO-nak nem célja, hogy hadviselő féllé váljon. A konfliktust szeretnék az ukrán határokon belül tartani.